Üdvözlök mindenkit a csatornán, ez 2023 első videója, és ahogy megszavaztátok, ez a Bendy történetének következő része. Az előző részben Wilson jó voltából elsüllyedtünk a tintában, és a stúdióba kerültünk. Találkoztunk Alice-szel, aki azt tanácsolja, hogy haladjunk a felső szintek felé. A tanácsát megfogadva el is indulunk. Teszünk még egy kísérletet a fal megmászásával, ahol korábban egy Piper támadt ránk. Utána megmászunk egy másik falat, ahol van egy hangfelvétel és egy rádió. A beszélő Angus Newman. Dupla kvóta, azt mondta Mr. Flynn. Dupla. Miért nem húztam még egy teljes munkanapot sem azon a régi játékos összeszerelősöm vagy 4 éve? És nem is áll szándékomban most elkezdeni. Megvan a sarkom, a kortyolgató kis kantinom, és jól megvagyok. Hónapok óta a felét sem csináltam. Ohó, de nem fognak kirúgni, nem uram. Helyezze el ezt a nagyot. Senki sem tudja, hogy a többiek mit csinálnak. De hát felhangosítom a rádiót, felteszem a lábam, és megszámolom a lyukokat az oknimon. Itt könnyen eljön az 5 óra. Tovább haladva tükörben nézhetünk és szembesülhetünk azzal, hogy most már kódokat is kereshetünk ajtók kinyitásához. Ebben segítségünkre lesz Dale-től. Igen, szóval a srácok a Gent Corporationnél furcsák. Valahányszor visszajövök dolgozni, még több értelmetlen szerkentyűt tesznek be. A múlt héten építettek valami, nem is tudom, elektromos tornyokat az animációs sikátor közelében. Ezen a héten biztonsági kódokat adtak hozzá az ajtónyitáshoz. Jesszusom, szerintük milyen munkát végzünk itt? Utoljára ellenőriztem, játékokat és buta rajzfilmeket készítünk. Úgy értem, ez nem egy erőd. Tudod, mire gondolok. Most az én feladatom, hogy átnézem ezeket a szállítási számlákat, és emlékezzek egy csomó véletlenül számra. Igen, nagyon köszönöm. Leírom ide az ajtókódot, hogy ne felejtsem el. Rendben, a kód 451. 451. És ha Mr. Drew vagy Mr. V megkérdezi, nem tőlem hallottad, oké? Okay? Kód segítségével kinyitjuk az ajtót, ami még egy hangfelvételhez vezet minket Wilsontól. Úgy tűnik, hogy az Archgate stúdió minden félreérthető csodálat mellett annyira vágyott arra, hogy magába szívja annak a görbe sarlatánnak, Joy Drew-nak az életművét, hogy fel sem fogták, mit is szereztek. Nevezzük a sorsnak, hogy aznap reggel véletlenül ott voltam a rakadóparton, amikor a szállító fiúk lejtették az egyik ládát is széttört, és valami igazán különleges volt benne. Sárga acéltömeg és gyönyörű szegecsek. Valamilyen gép. Senki sem tudta, mi az. Így hát a bolondok kivették, hogy mindenki lássa, de azt mondhatom, hogy ez a nyers eszköz titkokat rejtett. Titkok, amelyek az enyémek lehetnek. A következő említésre méltó megállunk egy kis asztal, amin van egy upgrade doboz, amiben beledugva a kezünket megnövelhetjük az életpontunkat vagy a staminánkat. Arrébb húzunk egy kosit és egy szekrényben talált kulcs segítségével kinyitjuk a kaput. Viszont a következőbe beletörik a kulcs, így új eszköz után kell néznünk. Van itt egy cső, amin keresztül Alice hangját halljuk. Azt tanácsolja nekünk, hogy keresünk egy Gent Pipe-ot. Ez egy fegyver, amivel széttörhetjük a zárat. Meg is találjuk, de a beszarjú Audrey miatt fel kell kapcsolnunk odabent a lámpát. Viszont hiányzik egy biztosíték. A keresését viszont nem könnyíti meg, hogy a közelünkben már elveszettek keresnek minket. A konyhában megtaláljuk a biztosítékot, és bejutunk a Gent Pipe-hoz. Ekkor viszont elveszettek támadnak ránk. Miután legyőztük őket, feltörhetjük a zárat, és titkos szobákhoz is hozzáférünk. Egy ilyenben találunk egy hangfelvételt. Minden összeomló birodalom végén el kell rejteni a kincseket. Mr. Cohen bevitt, hogy katalizáljak és biztosítsam Joy Drew különleges eszközeit. Olyan helyen, ahol soha senki nem fogja megtalálni. Persze ez teljesen legálisan hangzik, igaz? Minden esetre hagyok néhány nyomot, hogy később megtaláljuk őket. Ne feledd, ez a hülyeség nem az én ötletem volt, szóval én az első kis tippem. Végre megtaláltam a hasznát azoknak az ostoba motivációs posztereknek itt, az átrium irodáiban. Viszont nagy hatást fognak gyakorolni. Nem hiszem el, hogy ezt mondtam. Ha követjük a tippet és kiütjük a posztereket, gombok vannak mögöttük, amiket megnyomva bejuthatunk egy eddig zárt kapun, viszont még egy bezárt ajtó fogad minket, amielőtt egy tábla csendre utasít minket. A feladatunk, hogy ne hallgassunk rá, vissza kell menni a konyhába és elindítani a rádiót. Meg kell várni, amíg leáll és megint elindítani, ekkor egy baseball meccset kezd játszani. Amíg ez megy, gyorsan vissza kell menni a zárt ajtóhoz, még mielőtt leáll a rádió. Az ajtó már nyitva fog várni minket. A szobában pedig egy ismerős arccal találkozunk. Nagyon semmi érdekes nincs már ebben a szobában, még egy Bendy fantasy társas van itt. Egy másik Gent Pipe-al kitörhető fal mögött találunk még egy hangfelvételt Grant Co-tól. Nos, elértük a mélypontot. Semmi kétség.
segítség felőle, mindent összevetve nem is tudom, hogy megye még egyáltalán ez a stúdió. Ha követed a pénzt, egy nagy régi téglafalba ütközöl. Nos, hadd mondjam el, üres könyvek, tartalékkészpénz, tudod, furcsa összegek, amelyek egyszerűen nem jönnek össze. Még mindig vannak bevételek a könyvbe, de esküszöm nem tudom honnan származik. Bár a kézenfekvő válasz itt az, hogy Gent magánkézbe tölt be bizonyos alapokat, és az igazat megvalva nagyon kiborítanak, főleg Mr. Gray. Úgy tűnik nem a pénz motiválja, és a francia sem mondja, hogy valójában mire vágyik. Egyszerűen nem lehet megbízni egy ilyen emberben. Most, hogy meghallgattunk minden itt lévő hangfelvételt, van még egy utolsó kijárat mellett Nathan Ashtól. Készen állok valami másra a karrieremben. Az alapoktól építettem fel acélipari vállalkozásokat. Belekóstoltam a kőolajba. Egyszer még politikai hivatalt is kipróbáltam. Az a Nathan Ash, szokták mondani. Varázsló ujjai vannak. De azt hiszem, ki vagyok éhezve egy kis szórakozásra. Valamit, amit a tömeg és én is élvezhetünk. A fiam filmeket ajánlott. Nyis stúdiót! Most már ugyanúgy szeretek egy jó filmet, mint bárki más. De az animáció varázsa. Na az már valami. Régi barátom Joy ismerte a karakterek életrekeltésének fortéjait. Nyugodjon békében. Talán egy kis könyörzsírral és egy kis készpénzbefektetéssel fel tudom támasztani a múltat. Meghúzunk egy kart és tovább megyünk. Megállunk egy tintával elárasztott szobában, mert a Dark Paddle szólít minket, de ellen tudunk állni. Valamilyen ajándékot küldtek nekünk onnan, amit hamar meg is tapasztalunk. Audrey kezén megjelenik egy jelzés, amivel képességeket tud eltanulni. Jelenleg arra vagyunk képesek vele, hogy visszaküldjünk tinta lényeket a Dark Paddles-be. Áthaladunk pár elveszetten és kinyitunk egy kaput, ami mögött Bendy fogad minket. Barátságosan közelítjük meg, viszont a jel reagál rá és fájdalmat okoz neki. Utána megyünk és egy zárt ajtónál találjuk magunkat, amire az van írva, hogy ne kopogj. Mi mégis bekopogunk. Egy elveszett néz ki rajta, aki csak akkor nyitja ki az ajtót, ha visszahozzuk neki a festményeit. Elmozdítunk egy ajtót, átmászunk egy venten, és mennénk tovább, amikor megszólít minket valaki. Na akkor a fejezet összegzése. A hangfelvételek közül nem igen volt nagyon olyan kiemelkedő vagy fontos. A titkosszobák is elhanyagolhatók voltak, Grant Co. továbbra is csak arról beszél, mekkora csőd ez a cég. Azt pedig már tudtuk, hogy Nathan Arch Joy barátja volt, és hogy ő élesztette újra a stúdiót. Viszont megtudtuk, hogy van egy fia, és sok más vállalkozása. Továbbá a démon nem halt meg, és már beszélni is tud. Egy alkalommal a rakodásnál elejtettek egy ládát, amiben egy érdekes gép volt, amiről senki nem tudta, hogy micsoda, csak Wilson. Ez a tintagép. És Wilson rájött, hogy hogyan irányíthatja. Van még egy eldugott hangfelvétel a pályán, de nem találtam meg. Valahol Wilsonénál kell keresni. A beszélő Shoflin. Hát Sean, végre sikerült. Elmentél és pontosan elmondtad a főnöknek, hogy mi a helyzet. Ideje tovább lépni, mondtam neki. Ez a játékember készen áll egy új kalandra. Be kell vallanom, sokkal jobban fogadta, mint vártam. Valószínűleg azért, mert sokan mások is lemondanak ebben a hónapban. De nem bánom, Mr. Drew-t. Nem hagyom el a régi szélzsákokát. Nem, láttam már sokkal rosszabbat manapság. Az biztos. Útnak indulok, mert itt az ideje, hogy Shoflin lásson egy kis szabad eget. Keresek egy kis kunyhót az állam felső részén. Valahol a családdal újra kezdhetjük. De mielőtt elmegyek, készítettem még egy játékot. Egy kis búcsajándék a gyári fiúknak. Lássuk, mennyi időbe telik, míg megtalálják.
Ahol délhangfelvétele van, el kell indulni visszafelé, és ott át kell folyni a később megszerezhető képességgel a kerítésen, és ott megtaláljuk ezt az utolsó játékot. Innen fogjuk folytatni, a következő videóban találkozunk. Ha tetszett a videó, jelezhetitek egy lájkkal, egy kommenttel vagy egy feliratkozással. Sziasztok!